Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, szervusztok, és Robota Katalin vagyok Kölnből. Ez talán az első videóm, amelyet magyar nyelven csinálok. Egyébként németül szoktam a német nyelvtant elmagyarázni, és azt hiszem, hogy talán ez az első videó magyarul. Én tegezni szoktam a diákjaimat, kérlek ne vegyétek ezt tolakodásnak részemről, számomra így egyszerűbb. Ez abszolút minden tisztelettel fel van ruházva ez a tegeződő viszony. Az első videómban, illetve most talán elmondom, hogy mi az én koncepcióm. Én általában B1-es nyelvtantól szoktam videókat készíteni, vagy vizsga releváns anyagokat, vagy éppen nyelvtanhoz, vagy szókincshez, vagy különböző kompetenciákhoz, olvasási gyakorlás, tehát olvasási értés, hallgatás utáni értés, vagy levélírás, vagy szóbeli vizsga, ilyen témák köré szoktam csoportosítani a videóimat. Nincsen mindig alkalmam videót készíteni, de most úgy gondoltam, hogy talán az A1, A2-es, talán B1-es nyelvtanokból készítek néhány magyar nyelvű változatot is. Azt gondolom, hogy úgy B1-2 vagy B2 szinttől már meg lehet érteni a német magyarázatot is. Pláne, hogy valamelyikőtök Németországban él, tehát akkor már olyan szinten van talán a tanuló, ahogy nem okoz nagyobb problémát németül megérteni a magyarázatot. De azt gondolom, hogy az elején még érdemes a diákokat kicsit kézen fogni és kísérni. Amennyiben értek a magyar nyelv, a német nyelvű videóimat, amelyek A1-es vagy A2-es, B1-es szintekre vonatkoznak, olyan furcsa most, hogy a magyarul magyarázok, mert hogy nem szoktam. Na jó, tehát most lehet, hogy kicsit furcsa lesz. Amennyiben nektek nem esik nehezetekre, akkor örülök neki, az a szuper. Igyekszem magyar nyelven is érthetően magyarázni, egyszerűen magyarázni, és néha előfordul, hogy keresem a szavakat, ez természetes azért ilyen hosszú idő után, de ha tanítok, akkor általában én németül tanítok, kezdőket persze magyarul, úgyhogy ha tanítottam, most már igazából más területen vagyok egy jó ideje. No, ebben a videóban szeretnék nektek bemutatni egy nyelvtant, egy nyelvtani szerkezetet, ami egy nagyon-nagyon praktikus nyelvtani szerkezet, ez pedig az U szó plusz infinitív. Amikor én ezt tanultam, akkor voltam 16-17 éves a gimnáziumban, és nem értettem egy szót sem belőle, mert hogy ugye magyarban mi ezt nem így fordítjuk, nekünk nincs ez U szó plusz infinitív szerkezetünk. Mondok egy példát, most németül. Ich gehe zu Aldi, einzukaufen. Elmegyek az Aldiba, hogy bevásároljak. Ugye a magyar nyelv azt a hogy bevásároljak, ugye jak, megnézem, zak, tehát attól függ, hogy tranzitív vagy nem tranzitív, az igen, bevásároljak, vagy hogy elmegyek a moziba, hogy megnézzem a filmet, megnézzek egy filmet, de ez a hogy kötőszó az a magyarban mindig ott van. Amikor én 16 éves koromban tanultam ezt az umcút, akkor az Atya Úristennek nem sikerült megérteni, és mindig tasszal fordítottam. Körülbelül ilyen szerkezettel fogok én most menni veletek. Nekem most van egy német nyelvű is jegyzetem, és azt ki fogom nektek nagyon szívesen egészíteni magyarázatokkal a magyar nyelven. Jó, itt kezdjük. Sarah findet ez nicht okay, jedes Wochenende zu arbeiten. Az azt jelenti, hogy Sarah, hát nem találja jónak, hogy minden hétvégén dolgozzék. Hát ez nem biztos, hogy nagyon magyaros. Ebben kérem a segítségeteket, jó? Itt nagyon bénázok, nem hangzik annyira magyarosan, de körülbelül ez ilyesmit jelentene. Ahogy elmondtam az elején,
Nálunk a magyar nyelvben nincsen szó plusz infinitív. Viszont a német az azt gondolta, hogy így megspórolhat egy kis időt magának, beszédben és írásban, ezért kitalálta azt, hogy lerövidíti a mondatot. Na, még egy példa, Zara wünscht es sich gar nicht, ihr das Wochenende zu arbeiten. Ez ugyanazt jelenti, mint a Zara findet es nicht okay. Tehát ez nem, abszolút nem kívánja, hogy minden hétvégén dolgozzan. Jó, amit az agy igazából csinál, az az, hogy ugye mielőtt kimondunk egy összetett mondatot, egy összetett mondat azt jelenti, hogy van egy kötőszó a két mondat között. Tehát amivel kezdünk, hogy megjelenik egy alany, aki tesz valamit, vagy ami tesz valamit, és megjelenik egy állítmány, és aztán hozzápakolódnak ahhoz a többi szerk, a többi kiegészítmények, mint időhatározó, célhatározó, okhatározó, helyhatározó, módhatározó. És ha még ki akarom egészíteni a mondatot valamivel, akkor találok, tehát ha kapcsolódik egy akcióhoz, még egy akció, egy történéshez, még egy történés, akkor valószínűleg kell még egy mondatot használnom. Ez lehet, hogy nem egy habzac lesz, egy főmondat lesz, mert úgy is lehet, hogy egy A2-es szinten még azért nem nagyon kötjük komplikáltan a mondatokat, tőmondatokat csinálunk, főmondatokat csinálunk, de aztán egy idő után meg kell jelennie, hiszen a gondolkodásunkban is ott van a logikai összekötődés, hogy két mondat között, két gondolat között, vagy egy kauzalitás van, egy ok-okozati viszony, vagy egy cél van, vagy éppen egy időhatározósági viszony, időhatározói viszony van, időbeliségi viszony van, és még sorolhatnám. Tehát, de mielőtt ugye elkezdjük ezt az absztrakt munkát az agyban, nyilván megjelenik az egyszerű alaptő mondat a fejünkben. Na most épp ezért visszamegyek én néha, vagy hát sokszor inkább Ádám és Éváig, ami azt jelenti, hogy mit csinál az agy? Először megcsinál egy mondatot, utána megcsinál még egy mondatot, és akkor a harmadik akció az, hogy összeteszi a kettőt, megkeresi azt, hogy lehet-e egyáltalán őket összetenni, egymás mellé helyezni, mellérendelői vagy aláfölérendelői viszonyban, vagy pedig egy külön mondatot kell alkotni, mert éppen ez már más téma. Most ebből az nem uncu, hanem a cu plusz infinitív szerkezetben tényleg az történik, hogy először az agy megcsinál az egyik mondatot, utána másikat, ez igazából ilyen villámgyorsan jelenik meg, tehát ilyen szekundumok töredéke alatt, hogy azt mondom, hogy Sara wünscht sich gar nicht, tehát megjelenik az, hogy Sara valamit nem akar, és mit nem, hogy minden hétvégén dolgozzon. Na most ugye ez egy nagyon-nagyon praktikus dolog, ez a cu plusz infinitív, mert lerövidítjük. Nem mondjuk azt még egyszer, hogy Szára akar valamit, vagy nem akar valamit, hanem éppen Szára éppen az történik, hogy az kihagyjuk az Szára wünscht es sich nicht. Hát, igen. Ez egy kicsit béna, hogy le van rakva két mondatba, de nem baj. Wünscht sich etwas nicht. Sie will nicht jedes Wochenende arbeiten. Vielleicht ist sie Krankenschwester, talán egy ápoló. És ez az alapja ennek a mondatnak körülbelül egy kognitív szinten. Jó, ami történik, ugye, hogy levágjuk igazából az alanyt, ugye az már nem lesz benne, mert hogy sie will nicht jedes Wochenende arbeiten. Ez jelenti igazából a másik mondat, csak hogy ez már benne van az első, hogy valamit nem akar, de mit nem akar, azt, hogy minden hétvégén dolgozzék. És ugye a németben nincs meg ez a hogy, itt ebben, tehát sie will nicht, dass sie jedes Wochenende arbeite, sie wünscht es sich gar nicht, dass sie jedes Wochenende arbeitet. Na most ez lenne a daszos mondat.
Ugye, hogy szerep nincs is kell nincs, hogyha így nagyon-nagyon, nem azt mondom gagyi módon, de nagyon, nem gagyi módon, hanem nagyon más, tehát magyar nyelvre ráhúzva. Jó, németben ez gagyi hangzana. Szerep nincs is kell nincs, az így lesz, hogy rende állvájtad. Ez annyira nem természetes, annyira furcsa, hogy itt megértek a németek, de ez annyira nem természetes ez a mondat, és azért nem, mert mindenki tudja, hogy a szaráról van szó, ezért ezt levágjuk. A das szintén nem kell. Na most az történik, kedvesek, hogy mivel, de azt később itt elmagyarázom, mindjárt elmagyarázom, jó? Hogy mi történik itt. Hogy miért lesz ebből, miért nem szabad mégsem azt mondani, hogy szalabus lesz is, kár nicht, wie das Wochenende arbeitet. Tehát ez viszont így nem fog menni. Jó. Megnézzük, hogy mi fog történni. Mondok még egy példát. Ich habe Lust. Ich will ins Kino gehen. Jó, ez a két gondolat jelenik meg a fejemben. Jó, és also megjelenik egy lust, hogy van kedvem moziba menni. Jó, ez a van kedvem moziba menni. Vagy kedvem van moziba menni, ugye? Kedvem van moziba menni. Ez lenne magyarul. Kedvem van, nem az, hogy moziba menni, hanem kedvem van moziba menni. Tehát az ilyen szerkezetek után is, vagy kedvem van, vagy jónak találom, jó ötletet találom, hogy moziba menjek. Tehát itt meg kell nézni, hogy mikor használ. A magyar nyelv is, látjátok, azért mégiscsak használja azt, hogy egy infinitívet használ, egy főnévi igenevet használ. Tehát ez néha ez visszajön. Kedvem van, hogy moziba menjek. Ahhoz van kedvem, ahhoz van, és akkor megjelenik, hogy ahhoz van kedvem, hogy moziba menjek. Ez ugyanaz. Oké. Na most, kinek van kedve? Nekem. Ki akar moziba menni? Én. Jó, és akkor itt jön az operáció, amit nem magyarázok. Ich habe Lust, dass ich ins Kino gehe. Ez lenne mondjuk egy magyar fordítás. Ich habe Lust ins Kino zu gehen. A nyelvtan viszont azt mutatja, ez az a tömörítő nyelvtan, ez azt az a cuplusz infinitív, infinitív, ez a főnévigenevet jelenti. Szuplusz infinitív. Főnévi. Nekem nincsenek hosszú végezeteim, ne haragudjatok. Illetve most nem kérek elnézést, az így van. Néhány helyen nincs, az ő és az unál, főnévi igenév. Az őt hosszan képzeljétek el. És az történik, kedvesek, hogy a das Subjekt muss man nicht noch einmal sagen oder schreiben. Tehát a Subjektet, az alanyt, a Subjekt az alany, nem írjuk, vagy mondjuk még egyszer, jó? Tehát mivel ugyanazok, jó? Das Subjekt ist gleich, ja? Das Subjekt ist in beiden Sätzen gleich und deshalb. És nem megint elkezdtem én magyarázni. Értem én ezt. Ne haragudjatok, én tényleg arra vagyok úgymond szaposítva, hogy németül tanítsa. Tudom, magyarul is kellene. Ez más jött ki. De subjekt ist in beiden Sätzen gleich. Tehát az alany mind a két mondatban azonos. Ezért nem írjuk ki muss man oder darf man da muss man es nicht noch einmal sagen oder schreiben, tehát ezért nem tesszük ki még egyszer. Aber wenn man das Subjekt nicht mehr sagt oder schreibt, darf man das Verb nicht konjugieren. Tehát azt történik, hogy ugye kihagytuk a Subjektet, és kihagytuk a das. Na most, hogyha én eltüntetem a Subjektet, az alanyt, és itt van az, hogy egy géje, egy ragozott ige, az egy törvénytelen dolog, jó? Tehát nem történhet az meg, hogy van egy ragozott igé, ugyanakkor alanyom nincsen. Ja? Tehát a magyarban igen. Ahhoz van kedvem nekem, vagy hogy én szeretnék menni. De azt is mondom, hogy szeretnék menni. Jó? A németben ezt nem lehet megcsinálni. A német ez egy sokkal kötöttebb nyelv, amikor, ha nem teszem
Ugye én egy másik mondatban vagyok, tehát egy mondaton belül lehet halmoznom az igét. Ich trinke ein Kaffee, esse ein Brötchen, gehe später arbeiten. Jó, tehát az oké, de hogyha két külön mondatban vagyunk, das heißt, ich habe Lust, und dann, ich habe Lust, ins Kino zu gehen, tehát akkor ez már két külön akció. Na most, ha nem teszem bele az alanyt, akkor nem ragozhatom az igét. Jó, ez fontos. Darf man das Verb nicht konjugieren und auch nicht den Infinitiv, also gehen, allein, egyedül hagyni, ohne zu. Jo? Denn az nem megy, hogy ich habe Lust ins Kino gehen. Okay, ich habe Lust ins Kino, ich habe Lust ins Kino gehen. Az sem megy. Jo? Az sem megy. Az nem megy. Tehát, hogy van erre egy szabály, hogy nem hagyjuk egyedül az igét, úgymond, hanem betesszük a zu. Ich will ins Kino gehen, infinitiv ohne zu. Bei dem Radar. Jó, ez most kicsit más, bocsánat, most megállok a videóval is talán, tehát nem hagyhatom egyedül az a fülnévi igenet, hanem be kell tennem ezt a zűt. Jó, és ezt fogom megkapni is. Habe Lust. Komma, veszünk ezt. Jó. Gehen. Azt hiszem bevezetőként ennyi elég. Na most ez a mondat, hogy ich habe Lust, ez azt jelenti, hogy ich will. Ja, ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Az azt jelenti, hogy ich will ins Kino gehen. Na most aufpassen, vigyázzatok, hogyha módbeli segédigét használjuk, ugye, akkor van egy szabály, hogy ez mindig csak infinitíve fülnévigenőben jár, csánat, itt viszont nincsen szó. Oké? Csak infinitív van. A lassen, a mü, a lassen, mögen, wollen, sollen, dürfen, können und so weiter, müssen, habe ich gesagt, Modalverben nincsen zu, ist viszont az ilyen Szerkezeteknél, ich habe Lust, ich habe keine Lust, ich möchte, Entschuldigung, ich habe Zeit, ich habe keine Zeit, jó? Ezeknél viszont zu plusz én. Kedvesek, ezt bevezetőnek azt gondolom, hogy ez elég, hogy ne fáradjunk le, és igen, jó, ezt folytatni fogom innen, hogy mi történik akkor, hogyha azonosok az alanyok, ugye, mi történik akkor, hogyha éppen a datívobjekt, részes határozó jelenik meg az első mondatban, a második mondatban ugyanaz a személy, az alany. Jó, erre rátérek kicsit később. Kívánok nektek addig is, hogy nagyon szép napot, és találkozunk a folytatásban. Szervusztok!